Jó? Honnan? GG. Nice. Szasztok, ez egy újabb ranked videó, és gondoltam, hogy ma is legyen több videó. Ugye tegnap volt ilyen 3 vagy 4, vagy 4 volt tuti. Ma meg ugye 7-e van, és már volt egy videó kint, de gondoltam, akkor jöjjön egy ranked videó is, ami egy ranked formátumba fog megjelenni. Reszapli mappal fogunk rankedezni. És akkor ennek a videónak lehetne az a címe, hogy mivel a legjobb rankedezni. Akkor pusholtam, és általában amikor rankedezek, akkor mindig reszapli mapot használok, mivel kb. Ez a legjobb ilyen dolog, amit elvihetsz magaddal, ugye. Szolóba meg főleg. Szerintem, ugye. És ha például ilyen nagyobb helyre dobja, ahova nem szeretnél leesni, akkor sem muszáj oda menni, mert például út közbe a mapon járkálva is fel tudod szedni a reszaplidat, tehát igen. És akkor majd úgy alakítod az utadat, hogy a reszaplihoz vezessen, tömören elmondva. És összegességében szerintem a reszapli a legjobb cucc. Amit egyébként szeretek is, nyilván akkor mély játszani kezdem, meg mély szólna erről a videó. Ugye M68, bazd meg, nem, M68, mi a szart mondok? Egy M60 volt benne, és egy FAMAS. Egyébként erősítették a reszapli mapot, mert ugye régen nem volt benne több fegyver, mára már pedig több fegyvert ad. Nem mondom, hogy mindegyikbe, de lássátok, most is famasz meg izé. Nyilván ez nem valami jó fegyver kombó, sőt nem is jó. Szóval akkor lehetne valami, mit tudom én, egy MP5 akár, vagy egy UMP, gondolom egy kettőlövetűt, vagy MP40-t úgyse fog kiadni második fegyverként, szóval. Na, mindegy, elégedjünk meg vele. Nem értem, az ilyen szarokat minek veszi fel amúgy magától, mert tudom, hogy mi, de minek veszi fel? Na, mindegy. Nem értem, hogy mit van még benne, bakker. Itt ilyen szarokat felvesz. Akkor kéne automatikusan felvevődnie, ha valami item lenne, és akkor kibírnád váltani valami skiné, de nem. Csak lebírod vele fújni a falat, amivel ugye időt vesztesz, meg minden szarság. Na, szerzünk is egy 3-as vesztet egyébként. Tökéletes, tökéletes eddig. Nem is volt kedvem egyébként. Most se valami sok kedvem van videózni. Hogy hát igazából játszani se nagyon, videózni sem nagyon. De mégis csinálom, ugye. Akkor nem láthatnátok ezt a videót, ha nem csinálnám. De ez is fejleszti az akaraterőt. Meg nekem nem is azzal van a baj, hogy nem tudok videózni. Hanem valamikor nincs témám, szóval. És mit csináljuk olyan videót, aminek nincsen semmi témája, csak úgy játszok random, vagy mi? Szóval értitek, az nekem nagyon-nagyon rossz, amikor egyszerűen nem jön semmi ötletem, és csak úgy vagyok, és akkor nem tudom, hogy mit csináljak. Pedig ha mindig jön az ötlet, akkor úgy csinálom a videókat, mint a szar. Meg ugye vannak problémák, ugye tárhely probléma, stb. Másik telóm az egy napig kell tölteni, hogy fel tudjak vele venni egy videót, és meg tudjam vágni, és akkor már le is merül a végére, amíg megcsinálok egy ranked videót, vagy egy sima free fair videót. És az is olyan videó lesz, amiben egy bot leszek, mivel azzal a telóval nem tudok játszani. Mert laggol, minden baja van már. Meg ugye megszoktam ezt a telót, meg laggos, már minden. A fő telón, ami ugye játszok mindennel, az meg néha betel a tárhelye, aztán várni kell, még feldolgozza magát, vagy nem tudom, hogy ki lehessen törölni az anyagokat.
gépre rárakom USB-vel, akkor se tudom kitörni, mert nem jelzi a fájlokat. Tehát nem, valamikor nem tudok videózni a nagy telómon, amin ugye fő, amin szoktam játszani, ugye. Tehát vannak azért problémák, meg minden. Aztán még játékbeli problémák, ez meg az. Mondjuk az nem annyira nagy szám, mert most az mindenki túl tudja élni, hogy nem sikerülnek dolgok a játékba, de értitek, minden ilyen kis probléma így összeállva elég nagy szar dolog, de alapjáraton, ha lenne egy 1000 oldalas kézi könyvem, amiben mindenféle videó le van, videó ötlet le van írva, és lenne lehetőség, stb. Hát azt megcsinálnám egy ilyen 3 hónap alatt 1000 videót, de remélem, hogy átérzitek ezeket a dolgokat, hogy nem minden megy nagyon fényesen. Na már 4-es vesztünk van egyébként. Nem értem, hogy a helmetet miért nem fejleszti 4-esre egyébként, mert ugye van 4-es helmet. Tehát én nem értem azt, hogy ugye, hogy miért váj, miért nem lehet 4-es helmetet szerezni rankedbe. Meg úgy, hogy felfejleszted a vesztedet 4-esre, szóval. What the fuck? Nem úgy lenne a jó, hogy akkor 4-es vesz meg 4-es helmet? Vagy az már nem. Csak a vesz legyen 4-es a helmet, ne legyen. Érdekes, érdekes. 9 medkitünk van, az tök jó lesz. Ezt kidobjuk. SMG ammóból még mindig nem állunk valami fényesen egyébként. Tehát abból elfogadnék egy picit többet. Nem venném rozzokon a játéktól, ha egy picit is a picit adna belőle. Hát menjünk előre. Már ilyen izékkel nem lesznek gondok, hogy túl sokan élnek, meg ilyen. Ez még egy win is lehet amúgy, sőt, garantálom, hogy win lesz. Jó, gyerekek, megpróbálom meggarantálni, hogy megnyerem a meccset. Mert amúgy már ebből a helyzetben nagyon könnyen lehet nyerni. Menjünk a dropra, srácok, srácok. Tudom, hogy lőttek, de én megyek a dropra, mert. Hát, ha van benne valami huncutság. Éppként sincsen kedvem szórakozni most. Vagy huncutkodunk a zenemivel a meccs végén. Vagy enemikkel. Ha többen lesznek, bár az eléggé eszik egymást amúgy. Megették egymást, mint a patkányok. Aztán a neheze, vagy hát nem neheze, pont a könnyebbik része, az ránk marad, értitek? Mi vagyunk a patkányítók, ők meg a patkányok, ezek megeszik egymást, meg felzabálják egymást, meg ilyen nekünk, meg már csak könnyű dolgunk lesz. Úgyhogy, az ott nem egy kocsi? Nem, jó, azt hittem, hogy egy Lambó állott a kerítésnél. De egyébként sem lett volna itt, mivel láttam az UAV-ba. Csak ő nem is került feldolgozni az agyamnak, hogy pontosabban mit is látok. Egy lambót, vagy egy gumit. Benyomtam a micsodát. Amúgy nem tudom, mi volt ez, hogy izé. Ha benyomom a micsodát, akkor a droppot is mutassa a térképen, hogy mi a rák. Azt hittem, hogy maxos gomba, de nem. Közben benyomtam a radart. Bazd meg. Megy a dropra a csávó, mi? Aha. Szerintetek meglátottam úgy? Hát ezt elrontottam eléggé, mert nem volt folyamatos a lövés, sajnos abba hagytam. De no, para. What the fuck? Ez nagyon nem jó.
Nem baj, no para. Csak nem lenne baj, ha kicsit dinamikusabbak lennénk, srácok. Csak az a baj, nem vagyok valami gyors most. Nem úgy, nem hiszem, hogy valami profi globális lenne a csávú. Lássátok, srácok, erről beszélek amúgy. Most nem értem, hogy miért nem tudok többször hedizni, meg ilyenek. Bazd meg a gyerek, meg ott izé nem csinál semmit. Azt hagyd le, darálmá. Na végre, köszönöm szépen. Nehogy már ilyen lövésekkel ne öljek meg egy embert, hogy meg leszedi a izé 150 HP-mat, úgyhogy csak ott áll a izé drop mögött. Nagyon örülök neki, tényleg. Lássátok, ilyenekről beszélek, és ilyenek olyan gyakran vannak, még durvábbak is. Hogy no igazság a játék részéről, srácok, meg az enemik részéről is. Nem tudom, én ilyeneket komolyan veszek amúgy, tehát én nem viccelek. Mármint, hogy kicsit kéne igazság a játékban, mert sok olyan dolog van, ami nem igazságos. Tehát olyanok vannak velem, meg voltak, hogy izé olyat rage-eltem, hogy szaladok a út közepén. Megyek kocsival. Nem is szaladok, kocsival megyek. Gyerekek, kocsival megyek. Ott most elmesélem nektek. Megyek kocsival a drop felé. Kiszállok a kocsiból, oda megyek a dropra, és tovább már nem kocsival megyek, hanem gyalog. Vagy futva, na. Kilútoltam a dropot, mentem tovább. Amint kiszállok, és hátba tudnak lőni két oldalról. Amíg megyek kocsival, nem is lambóval meg ilyen, hanem izé monster truckkal, onnan nagyon könnyen kiszeltettek volna. Ketten elkezdenek rám. Két oldalból jött. Úgyhogy az egyik előttem, a másik mögöttem. Amíg jövök kocsival, meg ilyen, addig senki, nem? Addig egyik meg sem mer szólalni. Amikor meg megyek izé háttal, akkor meg mind a kettő elkezd darálni. Tényleg, annyira igazságos amúgy. Most rám lőttek egy AVM-mel, vagy mi a fasz? Mint a silencer-es AVM-et hallottam volna, gyerekek. Ne huncutkodjatok már meg ilyen AVM-ekkel, mit izétek? Na. Huncut AVM-es, aha. Hoppa, nehogy izéje legyen amúgy. Mondtam, hogy huncutkodnak. De honnan? Ja, hogy innen. Ja, hogy már ilyen közelről huncutkodik a enemy. Ja, értem, rendben. Jaj, de jó, ha most izé Scar lett volna kezembe, és úgy adom a headit, akkor jobb lett volna. Mi a fasz? De a fal innen nem tud kiszedni, nehogy innen szedjen már ki. Ja, gyorsan. Úristen, innen el tud lőni, bazd meg. Na jó. Nope. Szerintetek még azt hiszi, hogy ott vagyunk amúgy? Szerintem igen. Elég jó AVM-es huncutkodóval állunk szemben, srácok. Ajaj. Ajaj. Jó, srácok, figyeljétek a gránátdobó skilljeinket. Merre ment a csávó? Hát szerintem arra ment an. De mi? Bazd meg, merre van? Jó, nem baj. Alok. De ha ilyeneket adunk neki, akkor hogy nem hal meg? És ránk pussol a gyerek, figyeljétek meg, milyen pofátlan.
Figyeljétek, milyen pofátlan bakker. Ajaj. Ajaj. Jó. Honnan? GG. Nice. Mondtam, hogy megnyerjük. Kicsit, hát gyerekek, nem volt sok kill, meg sok fight, de amik fightok voltak, meg killek, azok izgalmasok voltak. Szóval remélem, hogy nem volt ilyen full unalmas a videó egész végig. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, amint láttátok, az lett volna a lényeg, hogy a reszaplit tök jó, és használjatok ti is reszaplit. Ja, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a csideót is, az újabb ranked videót. Nyilvánvalóan a következőben találkozunk. Mindenkinek további jó napot és sok szerencsét a játékban, és azon kívül is remélhetőleg mindenkinek hasznos volt ez a videó, és mindenkinek szerencséje lesz meg, stb. Köszönöm, hogy megnéztétek, szavaztok!